Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Brutális terrortámadás történt Franciaországban, ahol ugye lefejeztek egy tanárt, majd egy nappal később több ezren vonultak Párizs utcáira, hogy amnestiát követeljenek a bevándorlóknak, és többek között azt hangsúlyozták, hogy fontos lenne, hogy a kormány a befogadóhelyek helyett saját lakhatást biztosítson számukra, illetve hogy a papír nélkül, arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a papír nélkül az országba érkező illegális bevándorlók nehezebben találnak munkát, és hamis igazolványokkal tudnak csak alkalmi munkát vállalni. Na, erről fogunk beszélgetni Gáos Pötle biztonságpolitikai szakértővel, a Nézőpont Intézet elemzőjével, aki itt is van velünk. Szervusz, Gáor, üdvözlünk a műsorban. Szervusz, Tamás, üdvözöllek, és szeretettel üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit. Szóval, mielőtt a tüntetésbe belemennénk, beszéljünk a lefejezésről. Amikor egy lefejezéses támadásról beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy ez egy őrült embernek a magánakciója, és valami elszigetelt jelenség, vagy ez azért mégiscsak egy rendszernek, egy terrorszervezetnek a kivégzési módszere, és ilyen szempontból is érdemes rá odafigyelni. Értelemszerűen az utóbbi, tehát ahogy te is mondtad, ez egy terrorszervezetnek, mégpedig az iszlám államnak a módszere. Hogyha a hallgatók visszaemlékeznek, ugye rengeteg nyugati túsz, például segélyszervezeteknek az alkalmazottai, diplomatákat, katonákat, tehát akiket valamilyen formában sikerült elfogniuk, általában úgy végezték ki, hogy lefejezték őket, ugye mozgó kamerák előtt, tehát forgatták, föltették különböző oldalakra, ugye a radikális muszlimok zsizsegnek, tehát ezzel akartak újabb híveket toborozni maguknak, megmutatta, hogy ők mennyire kemények, hogy ők egyáltalán nem ismernek kegyelmet, sem keresztények, sem zsidók, sem más vallásúak ellen, és ez hatott is, tehát nagyon sok, én ahogy mondtad, ezek őrültek is valamilyen formában, tehát bárkinek bármilyen vallási meggyőződése van, legyen az akár nagyon mély, egy egészséges ember, ugye az nem fog egy neki kiszolgáltatottat letérteltetni és egy mozgókamera előtt levágni a fejét, tehát ez nem val egy egészséges elmére, de nagyon sokaknak sajnos ezt tettet, és hát ugye több ezer fiatal Németországban, Nagy-Britanniából, Hollandiából, Macedóniából elindultak és csatlakoztak ez a terrorszervezethez, és ugye nemrég választottak egy újabb kalifát maguknak, miután az Amerikai Egyesült Államok hadseregének egy sikeres akciójába kiiktatták Abu Bakr al-Baghdadit, a volt vezetőt. Most egy olyan ilyen, hát, hogy is mondjam, hírhedt tömeggyilkos lett az új kalifájuk, és nagyon aktívak lettek az utóbbi időben a interneten is, tehát a cyberspace-en, és azt lehetett tapasztalni, hogy sok nyelven, tehát angolul, németül, franciául lelkesítik a híveiket, hogy támadjanak meg késsel, bárdal, vagy amilyen fegyverhez hozzá tudnak jutni keresztényeket, különösen olyanokat, akik ugye gyalázzák az iszlámot, gyalázzák a prófétát. Ugye itt a tanár a történelem órán a szólásszabadságról beszélt, illetve ezzel összefüggésben Mohamed karikatúrákat mutatott, és ez volt az, ami nem tetszett a muszlim diákoknak és a szüleiknek. Nekem ami az egészben a legmegdöbbentőbb, hogy a tanárt már napok óta fenyegették egyébként a szülők, a muzulmán diákok szülei. A tanár elment és tett feljelentést a rendőrségen, de a rendőrség nem tett semmit. Tehát azért, hogyha azt mondanánk, hogy ez egy derültékből villámcsapás volt, meg hirtelen egy őrült elborult az agya és az utcán megtámadta, nyilván ez is szörnyű és tragédia. De hát ennek volt előzménye. Ott van egy rendőrségi feljelentés. Hogy lehet az, hogy a francia hatóságoknak ilyenkor nem fordul meg a fejében az, hogy valamit mégiscsak lépni kellene? Hát igen, azért ez egy nagy hiba volt, főleg, hogy egy tanárról beszélünk, tehát egy olyan emberről, aki valóban a szólásszabadságot, a művészetszabadságát tanította, és hozzá kell tenni, nagyon korrekt módon ő felhívta ugye a muzulmán hallgatóinak a figyelmét arra, hogy most olyan karikatúrákat fog mutatni, amik ugye nem megengedettek az iszlámban, tehát nem is megengedett a prófétát semmilyen formában ábrázolni. Nekem van egy-két régi perzsa miniatűrám, ahol ábrázolják, de ott általában úgy mondja, az arca helyett vagy lángnyelvek vannak, vagy pedig fátyollal van letakarva. Tehát nagyon súlyos blaszfémiának, vallásgyalázásnak számít az, hogyha a prófétát ábrázolják, főleg, ha egy gunyoros formában, ugye értelemszerűen azért bárkire kimondják a fatvát, hogyha valaki gyalázza az iszlámot, emlékezünk vissza például Salman Rushdie-ra, ugye,
a Sátáni versek című könyvére. Az volt az első ilyen elhíresült eset, amikor valakit halálra ítéltek, tehát kimondták rá a fatvát, hogy bárhol a világon, bármely muszlim ember hajtsa ezt az ítéletet végre, mert meggyalázta a profétát, meggyalázta a vallást. Ugyanezt történt a Charlie Hebdo-val, ugye ott tragikus módon ki is végezték a munkatársait a szerkesztőségnek, de nagyon sok ilyen eset volt, vagy a francia, nem francia elnézést, holland filmrendező volt, ugye Fangó, akit szintén azért gyilkoltak meg, mert egy mesztelen női testre korán idézeteket vetített ki, ez volt az egyik projektje, és ezt vallásgyalázásnak veszik, és nagyon-nagyon komolyan veszik, tehát aki túlzottan fanatikus, egy olyan helyről jön, mint például ez a fiatal ember, ugye Csecsenföldről. Húzhatunk itt is párhuzamot, ugye a Kaukázus, megnézzük, kik hajtották végre például a bosztoni maratonnál a robbantást, ugye Dagesztán, tehát ott rögtön Csecsenföld mellett. Igazából tudhatták a rendőrök is, hogy nagyon komoly fenyegetések jönnek csecsenektől, algériaiaktól, tehát nagyon sok feljelentés tett ugye ez a tanár, és valahogy ez a rendőrség hibája, hogy nem vették komolyan, sejthették, hogy előbb-utóbb ez eszkalálódni fog, hogyha más nem egy feldühödött szülő oda megy, ha nem is megöli, de nagyon súlyosan megsebesíti ezt a tanárt. Tehát egyszerűen számomra érthetetlen a rendőrségnek a reakciója, különösen azután, hogy két héttel ezelőtt volt ugye, hogy Bárta megsebesített egy fanatikus észak-afrikai muzulmán újságírókat, mivel azt hitte róla, hogy a Charlie Hebdo-nak dolgoznak, holott nem is, már a szerkesztőség elköltözött, itt egy másik újság szerkesztősége van, de neki támadt az ottani embereknek, és életveszélyesen megsértette őket. Tehát lehetett tudni, hogy valami fog történni, és mondom számomra, tehát egyszerűen érthetetlen, hogy nem reagáltak, és nem kapott rendőri védelmet. Ami Franciaországban zajlik, ugye te is említetted a Charlie Hebdo, de hát még sorolhatnánk, hogy mennyi, már lehet, hogy így kapásból fel sem tudnánk egyébként sorolni kronológiailag, annyi terrortámadás, meg annyi szörnyű dolog történt, mondjuk a templom felgyújtásokról nem is beszélve. Hogy látod, mit rontottak el a franciák? Mert ugye ezzel párhuzamosan meg azt látjuk, hogy egy nappal a támadás után kimennek tüntetni, és plusz jogokat kérnek a bevándorlóknak. Szóval mi a baj Franciaországban? Igen, ez a liberális őrület, tehát ez már olyan nem is magasságokat ért el, vagy annyira áthatotta a sok országnak a társadalmát, legyen ez Franciaország, legyen ez Németország, hogy már a tetteseket védik igazából. Tehát nagyon sokan a tanárt támadták, hogy miért kellett ezt neki megmutatni, miért kellett provokálnia, miért nem hallgatott inkább. Tehát igazából őt hibáztatják azért, mert egy gyilkosság áldozata lett, és ez nagyon rossz, hogyha már ideig eljutunk, hogyha a tetteseket védjük, és nekik követelünk amnestiát, vagy illegálisan bejövő bűnözőknek akarunk papírokat adni. És ha ezért mennek ki az emberek az utcára, és nem azért például, hogy mondjuk most pénzt gyűjtsenek például a tanár családjának, vagy a temetésre, vagy azért tüntetnek, hogy tegyék biztonságosabbá Franciaországot, hiszen nincs már hét, hogy valami ne történne, hogy afrikai bevándorlók autókat gyűjtogatnak, rátámadnak ugye egy buszsofőrre a megállóban, mert az jegyet kér tőlük, erre életveszélyesen megsebesítik, késelnek, a bűnügyi statisztikák azok az egekbe szöktek, és vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez a jó, ez a normális, ebből szeretnénk még többet. Tehát itt igazából épp eszű ember az azt mondja, hogy hát álljon meg a tébolydal, vagy állítsátok meg a földet, ki akarok szállni, mert igazából elég sok gonddal küzdünk, nem az, hogy akkor még több migráns beengedni, meg papírokat, meg még több jogot adni nekik. És sajnos Franciaország ott rontott el, ahol Németország is, ahol Nagy-Britannia, ahol Belgium, ahol Hollandia, szinte az összes nyugati ország, hogy egyszerűen beengedte ezeket az embereket, nem követelte meg tőlük az integrációt, nem követelte meg, hogy a gyerekeket például már bölcsödébe, óvodába küldjék, ahol már alapszinten elsajátítanák a befogadó országnak a nyelvét. Ugye bekerül a kisrác az általános iskolába, vagy a kislány, egy szót nem beszél franciául, németül, flamandul, hollandul, vagy bármilyen más nyelven. Már ott ugye kiközösítik, lemorzsolódik, szülei viszik az ilyen korán iskolákba a hétvégén, ahol ugye esetleg valamilyen fanatikus, nem tudom, Pakisztánból jött szentember átmossa az agyukat. Erősíti benne ezt az életérzést? Erősíti ezt az életérzést, hogy jaj, téged lenéznek, pedig te külön vagy, mert muzulmán vagy, te fölötte állsz mindenkinek, te vagy ugye Allah kiválasztottja, és innen már csak egy lépés a fegyver, az iszlám dzsihad, a kiképzés, vagy pedig egy terrortámadás, és
sajnos ez van, és ha börtönökbe zárjuk őket, ott mi történik? Ott is vannak ezek a önmagukat kinevező imámok, akik radikalizálják a börtönbe kerülő fiatalokat. Látjuk, akik végrehajtották például Brüsszelbe a reptér elleni terrortámadást, vagy akik Párizsba, ugye a Bataclanba vérengzettek, mind ilyen börtöntöltelékek voltak, akiket fanatizáltak már. És az integráció hiánya nagyban hozzátesz ehhez, ugye sikertelen az iskolában, ha munkát talál magának, ha egyáltalán csak segédmunkát, rosszul fizetettek igazából, tehát ott döcög valahol a társadalom legalján, leghátul, és persze mindenki más hibáztat, nem saját magát, meg nem a szüleit, hogy miért nem tanítottatok meg franciául, miért nem küldtetek egy rendes iskolába, miért valamilyen a Szaudi Királyság által fenntartott medresztébe kellett járnom ahelyett, hogy világi oktatást kaptam volna. És végén itt van ez a problématika, hogy nem egy, nem kettő, hanem sok millió fiatal van, akik ugye migrációs hátterűek, negyedik, ötödik vagy már hatodik generációsok, és bármikor képesek a saját hazájuk ellen fordulni, mert vagy átmossák a börtönbe az agyukat, vagy pedig szimpatikus nekik az iszlám dzsihad, internet segítségével csatlakoznak egy terrorszervezethez, aki pedig buzdítja őket, hogy persze szerezzetek fegyvert, ha más nem vegyetek valahol a spárba egy késtőt, erőért, aztán szurkáljatok halálra egy pár embert. Na jó, csak amiket ugye most elmondtál, hát tulajdonképpen tényleg ezért tüntettek azok, akik bevándorlás pártiak. Csak a kérdés az, hogy meg lehet-e még ezeket a dolgokat javítani Franciaországban? Abban a Franciaországban, ahol még egyébként a többi európai országhoz képest legalább van valami, vagy elsőre azt gondolhatnánk, hogy van valami fajta kultúrája annak, hogy hogy kell második, harmadik, negyedik generációs bevándorlóként élni, na de hát nagyon úgy tűnik, hogy itt is komoly problémák vannak, sőt itt vannak talán a legnagyobb problémák. Persze, mert mások voltak például azok az algériaiak vagy szenegáliak, akik mondjuk akkor jöttek Franciaországba, amikor ezek az országok elnyerték a függetlenségüket. Tehát azok az emberek azért már integrálódtak, ők azért is jöttek el, mert inkább már franciának érezték magukat, mint algériáinak, inkább érezték magukat tényleg jobban franciának, mint szenegálinak, vonzott őket a francia kultúra, beszélték a nyelvet, dolgozni akartak, be akartak illeszkedni. Tehát ők nem azért mentek oda, hogy robbantsanak, vagy hogy bűnözők legyenek, hanem egy normális életet szerettek volna élni, azt a megszokott életet, amit igazából úgymond a gyarmatokon megtapasztaltak, ami nekik kedves volt, amit ők elfogadtak, és igazából ebbe a frankofon szellemben nevelkedtek fel. Tehát nem velük van a baj, hanem azokkal, akik az elmúlt évtizedekbe jöttek, akiknek igazából nincs semmilyen kulturális kötődésük ahhoz az országhoz. Eljöttek egy jobb élet reményébe, eljöttek kalandvágyból, eljöttek azért, mert igazából otthon nem sok sanszot láttak arra, hogy találjanak maguknak egy viszonylag jól megfizetett munkát, vagy egyáltalán munkát, ugye azt is lehet mondani. Hozzájátszik ahhoz, hogy miután ugye megszűntek a gyarmatok, azért rengeteg háború dúlt, meg dúlt per pillanat is Afrikában. Ha megnézzük, például ott van Szomália, több mint 30 éve polgárháború van, ott van a Kongói Demokratikus Köztársaság, ott van például Libéria, magyarul ugye, ahol szintén hosszú éves polgárháború volt. Embereknek a milliói indultak el valamerre, vagy belső migráció Afrikában, vagy pedig elindultak ugye Nyugat-Európa fele. Nagyrészt Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, tehát ezek a volt gyarmatosító államok, értelemszerűen Kongóból ugye át inkább Belgium felé indultak, mint volt gyarmattartó ország. És ezek az emberekben nem volt meg az az érzés, hogy valamilyen formában ide tartozom, szeretem ezt a kultúrát, magaménak szeretném tudni, hanem eljöttek igazából gazdasági bevándorlóként, úgynevezett menekültek, ugye, hogy a szép lelkek, a migráns jomogatók hívják őket, és szembesültek vele, nem tudom, Den Haagba, Berlinbe, Londonba, Párizsba, hogy nem beszélem a nyelvet, nincs semmilyen iskolai végzettségem, igazából sehova nem vesznek fel dolgozni, mert mit is tudok csinálni, tehát körülbelül azt, hogy semmit, meg se értem, mondjuk a főnök azt mondaná, hogy nem tudom, takarítsam le ezt a polcot, és rakja fel új árut. És ez ugye hol vezetett? Visszafele nem fognak elindulni értelemszerűen, ha már megtették ezt a hosszú utat, meg kifizettek nagyon sok pénzt az embercsempészeknek. Ilyenkor marad ugye a bűnözés. Rengeteg bűnözői csoport vár egy friss húsra, legyenek azok a drogkereskedők, legyenek azok a autódílerek, ugye, akik nagy értékű gépjárműveket lophatnak el, nagyrészt fiatalkorúakkal, hogyha elkapják őket, ők még börtönbe se kerülnek, meg ugye nem is ismerik a szervezetet, nem is tudnak senkit a rendőröknek beköpni. Úgyhogy ezeket igazából beszippantják a különböző maffia szervezetek,
Ugye a migránsok örülnek, mert kapnak pénzt, sőt nagyon jó pénzt, tehát vannak olyan drogdílerek, akik akár 200 eurót is egy nap megkeresnek, ugye azért számoljuk ki, az több mint 60 ezer forint, már majdnem 70. Úgyhogy lukratív nekik a bűnözés, és utána azt mondják, hogy minek menjek el egy gyárba mondjuk dolgozni, vagy egy szállodakonyhájára, hát hülye vagyok, nem fogok tized annyi pénzért dolgozni, hogyha a maffiánál ennek a sokszorosát megkeresem. És itt kezdődnek a problémák, amikor kiépülnek nagyon masszív külföldi bűnözői struktúrák az országokban. Ha egy kicsit Magyarországra tekintünk, akkor meg azt látjuk, hogy azért itt ilyen jellegű támadások nem voltak. Annak ellenére sem, hogy én még nagyon emlékszem rá, hogy mikor indult ez az egész bevándorlás kérdés, akkor voltak olyan ellenzékiek, akik azért óvták a miniszterelnököt meg a kormánypártot, hogy állást foglaljanak a kérdésben, mert mondták, hogy aztán mi van, ha majd jól bosszút állnak rajtunk a migránsok. Ez egy ilyen általános mondás volt. Mi az oka annak, hogy Magyarországot elkerülik a terrortámadások, és az ilyen jellegű borzalmas cselekmények is, mint például egy embernek a lefejezése? Hát ugye több faktor is, az egyik van, egy nagyszerű kormányunk, aki nemet mondott a bevándorlásra, tehát befékezett mindenféle ilyen sorosista szervezetet, akikből azért ne tagadjuk, vannak itt jócskán, nézzük csak meg Helsinki bizottságtól kezdve a többiek, akiket ugye a Deep State pénzzel valahonnan az Egyesült Államokból, és azt szerették volna, hogy mi is itt beengedjünk nyakló nélkül mindenféle jött-ment embereket, akik aztán majd terrortámadást követnek el, nemi erőszakokat követnek el, bűnözni fognak. Azt mondtuk, köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Vannak nagyon jó rendőri szerveink és titkos szolgálataink, akik azért odafigyelnek az itt élő, nem nagy számú muszlim... Akkor mondjuk jobb a magyar titkosszolgálat, mint a francia? Nem mondom, hogy jobb, lehet, hogy jobb, nem tudom, tehát egyiknek sem voltam a tagja, de azt tudom, hogy minél kevesebb számú veszélyeztető él egy országban, tehát most idézőjelbe teszem a veszélyeztetőt, mondjuk amíg Franciaországban él ugye mondjuk 20 millió muszlim, addig Magyarországon él mondjuk 300, tehát a titkosszolgálatoknak is sokkal könnyebb ezeket az embereket megfigyelni. Azt a néhány 5-6 darab mecsetet, ami itt van, ugye sokkal könnyebb átlátni, meg mondjuk iszlám kulturális szervezeteket, amiből talán 2 van az országban. Tehát ezeket sokkal egyszerűbb megfigyelni, sokkal egyszerűbb szemmel tartani olyan embereket, akikből esetleg valamilyen veszély áramolhat, mint ugye egy többmilliós tömegben, ahol próbálok valahol a Kyber térben ugye halászni, adatokat kigyűjteni, elfogni SMS-eket, elfogni e-maileket, cseteket, hogy ki lehet az, aki veszélyt jelent az adott országra. Nagyon jó találatok vannak, ugye egyre jobb algoritmusok vannak, azért fejlődik a titkosszolgálat, fejlődik a technika, tehát szinte már mindenkit meg lehet figyelni igazából napjainkban, de az a jó, hogy Magyarországon erre nincs szükség. Tehát amíg egy nemzet homogén, mint itt a V4-ekben, ez van Lengyelországban, Szlovákiában, ez van igazából Romániában is. Tehát ha megnézzük azért tényleg így a most idézőjelben, tehát volt kelet-európai országokat, ott sokkal normálisabban gondolkodnak. Tehát látják a kormányok, hogy mi van nyugaton, és azt mondták, hogy Atya Isten, ebből mi köszönjük szépen, nem kérünk. De akkor elmondhatjuk, hogy a migrációs nyomás akár csökkentésével is már jelentős eredményeket lehet elérni. Kérdezem ezt már csak azért, mert ugye amit még szoktak mondani a bevándorlás pártiak, hogy úgysem Magyarország a célország, úgysem itt akarnak maradni. De ugye Magyarország azt mondta, hogy tranzitországnak sem kellene annyira lennünk, és úgy tűnik, hogy amit most elmondtál, abból az következik, hogy jó, hogy nem vagyunk tranzitország, hiszen akkor már azért nem 300 embert kellene mondjuk megfigyelni, hanem több ezret. Persze. És nézd meg, hát voltak olyan napok, hogy közel 10 000 ember lépte át a határt. És ha nem építettük volna fel a kerítést 2015. szeptemberében, akkor ugyanaz lenne a státusz quo. Most is sok ezer ember gázolnát Magyarországon, megállnának itt napokra, vagy akár hetekre, és értelemszerűen ezeket az embereket etetni kéne, itatni, orvosi segítséget nyújtani nekik mindent, ugye az adófizetni pénzéből, és plusz ezek az emberek még bűncselekményeket is elkövetnének, ahogy elkövetik most például a Vajdaságban, ugye kisebb településeken az emberek rettegnek, ott él 200 ember egy kis faluba, és ott van még a szomszédságon való 300 migráns, akik éhesek, akiknek víz kell, akik látják, ott megérett a körte, akkor megyek és leszedem. Értelemszerűen nagyon komoly problémákkal néznénk szembe, hát láttuk, mi volt itt a keleti pályaudvaron. És ha nincs a kerítés, nincs a határvédelem, a jogi és a fizikai, akkor a keleti pályaudvar meg a nyugati, meg most már valószínűleg az egész belváros úgy néz neki, hogy ott igazából ilyen
kempeket alakítottak volna ki, ott táboroznának napokig, hetekig, bűz lenne. Hozzáteszem, ugye van egy világjárvány, ami abszolút nem érdekli a migránsokat, mert gázolnak át ugye országokon papírok, meg teszt, meg minden nélkül. Tehát iszonyatos milyen problémával néznék szembe, főleg egy világjárvány idején, amikor mondjuk naponta egy 10 000 ember átgázolna a határon. Két percünk marad, de egy utolsó kérdés erejéig még visszatérnék Franciaországra. Szerinted Franciaország már végleg elveszett, és ezt már nem lehet visszacsinálni, és nincs megoldás, vagy még mindig lehetne mit tenni, és van lehetőség arra, hogy ezeket a problémákat megfékezzék? Nem, nincsen. Tehát Franciaország is elveszett, Németország is elveszett, tehát mind a két országban már azért a muzulmán bevándorlóknak az aránya jóval 20% fölött van. Tehát itt már nem tud mit csinálni, tehát nem tudod emberek millióit valahogy elvarázsolni, eltüntetni az országból, és azt mondani mondjuk annak a marokkói származásúnak, aki már negyedik generációs, hogy most pakold össze a cuccaidat, menj vissza Marokkóba, hiszen francia állampolgár is, tehát nem tudsz már mit csinálni, tehát az időkerekét nem tudod visszaforgatni, itt csak az az egy megoldás van, ugye, amit a magyar kormány is alkalmaz, nem engedünk be senkit, és itt tudjuk azt, hogy az unokáink is biztonságban lesznek. Akik bejöhetnek, ugye azoknak van diplomájuk, valamit, vagy üzletemberek, ugye nem, most nem is azzal van a probléma, akit nyit egy gyrosz üzletet, van egy élelmiszer üzlete, ruha üzletet, tehát nem a becsületesen dolgozó emberekkel, tehát szó sincs arról. Azért itt is vannak tényleg kínaiak, vannak arabok, vannak törökök, akik becsületesen, rendesen dolgoznak, legtöbben, akiket ismerek, ugye magyar feleségük is van. Tehát nem ezzel van a gond, hanem azokkal, akik tényleg úgy jönnek, hogy majd lesz valami, majd szerencsét próbálok, igaz, nem beszélek nyelveket, még általános iskolai végzettségem sincs, de majd valamit kiokoskodok. Szóval ez okozza a gondot, és amíg a magyar kormány úgy gondolkozik, hogy ezeket nem engedjük be, akkor tudhatjuk, hogy az unokáink, a dédunokáink is biztonságban fognak ebben az országban élni. Georg Spötle, köszönjük szépen!